átjön. Megvan! Köszöntöm Önöket, ez a Légy Ott, a PVTV Műlegyes Horgász magazinja. Tartsanak velünk egy vérbeli tavi pisztángozásra. Jöjjenek velünk Felsőtárkányba. Mi a Felsőtárkányi tónak a története? Ez a tó, ez már nagyon régóta megvan. Dísztóként működött a régi időben. A sziklaforrás táplálta a tónak a vizét folyamatosan. Nagyon jó minőségű, ivóvíz minőségű víz van a tóba. A régebbi időszakban eliszaporodott a víz, fel kellett újítani, kikotorták a tónak a medrét, és ezután iszapréteg kikerült a tó mederből, ezután nehezen tartotta meg a terület a vizet, ezért kifóliázták, és 2004-től működik ebbe a valójában ez a tó, ebbe az állapotában. De nem 2004-től horgásszák a tavat, hanem az egyesületetek még eléggé friss. Igen, hát 2007-ben alakult, első körben csak az alsó tóval foglalkoztunk, és a tavalyi év júliusa óta megkaptuk a felső tónak a kezelési jogát is, és innentől hivatalosan horgászható ez a felső tó. Először horgászati vízé kellett minősíteni a dísztavat. Így van. Mi ennek a folyamatnak a menete? Hogy történik ez? Mert nagyon sok gazdátlan tó van Magyarországon, ami igen jó lehetőségeket rejtene magába, hogyha lenne gazda és foglalkoznának vele úgy, mint ahogy teszitek ezt. Pályázatot kellett benyújtanunk a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz, amit az önkormányzat támogatóként segített benne, és ezért sikeres pályázatot írtunk. Elnyertük a víznek a halászati hasznosítási jogát 15 éves időtartalomra. Fogtunk a tóba sebes és sziványos pisztrángokat egyaránt. A közeljövőben vannak-e valamilyen határozottabb pisztrángos tervei az egyesületnek? Előtérbe szeretnénk hozni a műlegyező horgászatot, ezért is szeretnénk olyan irányba nyitni, hogy mivel hogy napjegyes horgászat csak hétvégente lehetséges, ezért a műlegyező horgászoknak fel szeretnénk ajánlani azt a lehetőséget, hogy előre való bejelentkezés alapján hétköznapi időszakokban is lehetőségük legyen horgászni. Mit kell tenni a hétköznap horgászni vágyó műlegyeseknek, hogy foghassanak pisztrángot a tóban? Hát aki hétköznap szeretne horgászni, műlegyezni itt a Felsőtárkányi tavon, fölhív engem a telefonon, egyeztetünk időpontot, és onnantól jöhet ide horgászni 2000 forintos napjegyes áron. Mivel hogy az elsődleges cél itt a fog meg és enged vissza szemlélet, ezért szakál nélküli vagy lenyomott szakáló oroggal horgásznak, és akkor alatt természetesen vissza kell, hogy engedjék. Ha valaki több napot szeretne eltölteni, azt a minél közben ott tevett a sebes pisztrány, gyönyörű szedés volt, alig bírom megállni, hogy ne dobjak rá. Tehát a kérdésem az, hogy ha valaki több napot is el szeretné itt tölteni, akkor van-e lehetőség arra, hogy több napos napjegyet vegyen, illetve meg tud-e szállni itt a környéken, a tó közvetlen környezetében? Rugalmasak vagyunk, mindenre van lehetőség, a több napos napjegyre is, viszont a településen működik a falusi turizmus, tudunk nekik szállást ajánlani, vagy pedig magasabb színvonalú panzió vagy szállodába is el tud helyezkedni, igény szerint ki miért választani a lehetőséget. Nagyon köszönjük a műlegyesek nevében is, és várjuk a műlegyező horgászokat ide Felsőtárkányba. A sziklaforrás táplálta a kristálytiszta vízű tóba, ahol sebes és sziványos pisztrángokat egyaránt foghatnak.
Eger mellett az a település, ez egyre jobban kell hasonlítani Szilvásvárathoz, vagy itt pedig minél szélesebb spektrumát kívánjuk rendelkezésre bocsájtani az ide látogató turistáknak. Miért jönnek ide a turisták? Mit érdemes megnézni Felsőtárkány és környék? Alapvetően a Bükköt és a Bükki Nemzeti Parkot, de magában már a településben, illetve a település közvetlen környezetében is vannak olyan érdekességek, látványosságok, amiket úgy gondolom, hogy érdemes megnézniük az ide látogatóknak, illetve egyre szélesebb lesz az a spektrum, ami különböző szolgáltatásokat nyújt az ide látogatóknak. Ha a szálláshelyeket nézzük Felsőtárkányba, akkor a falusi turizmustól egészen a 4 csillag superior szolgáltatási színvonalig mindenféle árkategóriával és szolgáltatási színvonalal bíró szálláshelyet tudunk ajánlani. Helyi, illetve hát a környékbeli borok mindenképpen említést érdemelnek. Felsőtárkányban is van több olyan vállalkozás, amely borturizmussal, illetve bortermeléssel foglalkozik. A Felsőtárkányi tó pedig most már a horgászokat, illetve a horgászni vágyókat vágja sok szeretettel. Egy nagyon jó döntése volt megítélésem szerint a önkormányzatunknak, amikor a horgászegyesületnek adtuk ezt a tavat kezelésbe, illetve most már a két vízfelületet. Mert azon túl, hogy a gyerekeinknek a képzésébe, természetismeretébe segítenek, azon túl egy olyan plusz turisztikai látványosságot is nyújtanak, amiért érdemes idejönni. Bele is fütyült a riportba a kisvasút, innen indul közvetlenül a tópartól az Egererdő által működtetett kisvonat, egy nagyon szép 5 kilométeres pályaszakaszon megy a Bükk szíve felé. A tópart azon túl, hogy a horgászokat várja, azon túl egy turisztikai központ is. Azok a nagyobb rendezvényeink, amelyek országos hírnévnek örvendenek, most már az úszóalkalmatlanságok világbajnoksága, illetve hát ami tradicionális rendezvény a településünknek szintén itt a túlparton zajlik augusztus első hetében összekapcsolva a Bükk maratonnal, ez a Felsőtárkányi rétes napok, ami megint egy országos hírnevű rendezvény, és egyre jobbak vagyunk benne, én úgy érzem. We'll be right back.
teszik. Még nem kezdték el enni a száraz legyet, azt várjuk, hogy este közelettével, amikor megy le a nap, akkor megélénkül a rovarvirág, eláll a szél, gyönyörűen lehet látni a száraz legyet a víztükrön, de még nem indultak meg. Amikor megindulnak este, az egy olyan fél óra szokott lenni körülbelül, és akkor ütik, vágják a vízfelszínt, szeregetik a kikelő rovarokat, illetve a vízre rárepülő rovarokat, de még ez az idő még nincs itt, de már biztonság kedvéért feltettem a száraz legyet. Az lenne az igazi, hogyha olyan fényviszonyok lennének, mint délelőtt volt, vagy mint napközben, amikor a vízbe lehet látni a halat, akkor látott halra dobnám rá a száraz legyet úgy, ahogy akkor csináltam. Elég a száraz legyet egyébként csak a közelébe a sebes piszának dobni, hogy az orra elé 1-1,5 méterrel, és ott hagyni szépen megindul felé, és ugye látjuk a bizalmatlanságot, hogy csak úgy kerülgeti, nem ront rá egyértelműen, akkor egy kicsit így belepöccintünk, és abban a pillanatban megijedt, hogy el akar repülni a rovar, kiváltjuk belőle ezt a reflexet, a ragadozó ösztönére hatunk, és elkapja a száraz legyet, akkor jön a móka. Megpróbáljuk most megint. Ilyenkor mindig egy kicsit gondba vagyok, elbizonytalanodok, vajon melyik légy lesz a jó, de hát úgy vettem észre, hogy szinte mindegy. Vannak olyan vizek és vannak olyan helyzetek, amikor megvan az, hogy kimondottam milyen színű légy az, milyen formájú, de a mai nap ez nem erről szólt, arról szólt, hogy ha jó volt állva a száraz légy, akkor leszette a hal. Elteszem ezt a elég buci testű, világos testű május légy utánzatot. Van neki három fácán tollszegmensből farka, van egy világos, bordázott teste, ez egy szelvényezett test, és van neki egy igen dús, kakasnyaktól gallérja. Ez tartja fenn a legyet a vizen. Hogyha alulról ránéz a pisztránk, akkor van elől a szájnak egy ilyen kis szélső, széles sziluettje, illetve a farkak a vizen elég jól látszanak, remélem szerint. Alulról megfigyeli, rámegy, leszeli, megpróbáljuk.
A napsütésben dél körül jobban ette a legyet, a száraz legyet, aktívabbak voltak a piszrángok. Elég sok kapást elrontottam, mert olyanok voltak a fényviszonyok, hogy tisztán látszott a hal. Csodálatos volt, hogy a légyhez érkezett, ment, úszott fel, és a végén mindig elkapkodtam a dolgot, hamarabb vágtam be, mert már a száját hamarabb nyitva tartja. A halat néztem, és ezért a kapás nem jött úgy össze, ahogy kellett volna. Most abban bízok, hogy nem látok úgy be. Igaz, hogy látott halra nem tudok dobni, de hogyha megindulnak a halak, akkor elég lesz reményeim szerint a sima, szép víztükrön csak a legyet figyelni. Hogyha a légy eltűnik és megvan a burvány, akkor biztos, hogy jó lesz a kapás, és nem fogom elrontani. Tehát eltűntek a halak a koradén délutáni órákban, és nem is nagyon eszegették a száraz legyeket. Nymfára váltottam, ilyen elég kis pici részdrótból kötött testtel, és egy nagyon fényes, zöldes, csillogó ilyen fejet csináltam neki, egy olyan nymfával. Ez egy ilyen kis báb, egy kikelő bábot utánzó valami, egy fantázia légy. Tehát ez a nymfa, víz közt állaltam, és csak aprókat húztam bele, gyönyörű szép szivárványos piszrángot, nagyon szép sebes piszrángot tudtam vele fogni. Igaz, hogy nem volt annyi kapás nymfára, viszont nagyon erősen odavágtak, nagyon élvezetes volt. Húztam a kis nymfát, bum, meghúzta a zsinort, ereje volt a halnak, nagyon élvezetes perce volt az is. Az a helyzet, hogy a száraz legyezés most így este úgy látszik nem jön össze, még lehet, hogy nincs az az igazi május, aminek lenni kellene egy esti száraz legyezéshez, viszont itt leragadtam, elcsábított engem egy hatalmas nagy sebes piszránk, egy gyönyörű szép, itt a befolyónál. Nem tudom már hány legyet kipróbáltam, szárazat, streamert, nymfákat, párat megnézett és semmi. Ott van a cső előtt, ahogy jön be a víz, és szedegeti szépen a érkező kis ennivalókat. Most megnézte, első dobásra megnézte ezt az új legyet. Kíváncsi vagyok, hogy utána mit fog csinálni. Eszik, valamit eszik. Megvan! Ez az! Gyönyörű! Hát erre vártam. Még egyelőre a mélyben van.
Még a kis halak is megriadtak, ahogy ott elment. Hát egy tipikus sárga tami nimfát tettem fel egyébként. Ilyenkor nagyon vigyázni kell. Igazából nem is tudom fárasztani, végig len van a hal. Nem merem. Jézusom, de szép vagy! Megpróbálom egy kicsit elhozni onnan. Mindig újult erővel feljön, fordul egyet és újult erővel kezdi megint. Gyere szépen. Nem merem nagyon erőltetni. Na ezért megérte a fél órás próbálkozás. Hú. Gyönyörű vagy. Vigyázzunk rád, vigyázzunk, vigyázzunk. Jó. Gyönyörű. Így kell visszaengedni a halakat, amit fárasztunk, hogy egy kicsit előre-hátra tologatjuk, hogy a kopoltyúját átjárja az oxigénes víz. Hibátlan sebes viszony, gyönyörű. Na, most már kezd magához térni. Pedig nem volt kint sokat. Gyönyörű szép a farka. Hibátlan. Úgy gondolom megérte ez a kis váltás, hogy leragadtam jelentősebb időre, és egy lát, már vissza is állt a helyére, hopp, de szép vagy. Úgy érzem, megérte vacakolni, több legyet kipróbálni. Egy gyönyörű szép sebes pisztrángról van szó. Többször is elmondtam most a visszaengedésnél, hogy hibátlan a farok úszója, hogy hibátlan a hal épp. Ezt azért kell megemlíteni, mert nagyon sok helyre telepítik a pisztrángokat, szivárványos pisztrángokat, sebes pisztrángokat, és a telepi körülmények között, a betonmedencékben nagyon sokszor zsúfolva vannak, de hogyha nincsenek is zsúfolva, akkor is a farkuk lesebesedik, ahogy a betonhoz hozzáérnek, az orruk egy kicsit lereszelődik, felléphet takarmányozási probléma is, mely során a kopoltja nem szépen fejlődik ki. Ez a hal tökéletes volt, egy pikkelye sem hiányzott, és minden úszója épp volt. Nagyon szép pisztrángok vannak a Felsőtárkányi tóban, próbálják meg önök is. A Légy ott-ott látták a PVTV Műlegyes Forgász magazinját. Tartsanak velünk, kövessenek az interneten a pv-tv.tv címen.